Szauna, török fürdő, pezsgő fürdő. Ezekkel a szolgáltatásokkal bűvült a szabadkai Prozívka sport és rekreációs központ, hiszen újra kinyitott a wellness részleg. Itt korábban üzlethelyiségek voltak, ám ez most megváltozott. A tavalyi év folyamán a stadion kommunális közvállalat vezetősége rukkolt elő egy szerintem észszerű és logikus javaslattal, hogy visszavennék ennek a résznek a működtetését, és az üzlethelyiségeken megbízott bizottság szintén pozitívan bírálta el ezt a kérvényt, és visszakapta a stadion kommunális közvállalat ezt a részét is a Prozívkai medencének. Saját eszközökből felújították a központot, és mostantól elérhető a polgárok, illetve érdeklődő felhasználók részére. A wellness központ nyugalmat és békét ad az odalátogatóknak, mondta el Dimitrioszki Tamara, a stadion kommunális közvállalat igazgatója. Ezzel szerettük volna a stadion kommunális közvállalat meglévő szolgáltatásait kibővíteni, így ma már az úszás mellett lehetőség nyílik például a szauna használatra, törökfürdő használatára, illetve a pezsgőfürdő használatára. Az alapszolgáltatásainkon kívül lehetőség van csomagok vásárlására is, ilyen például az a csomag, amely lehetőséget nyújt a szaunának, a pezsgőfürdőnek, illetve a törökfürdőnek az egyszeri használatára, illetve van az úgynevezett all-in-one kártyánk, ami pedig belépést nyújt havi szinten a medence használatra, illetve a wellness központnak a használatára. A beruházás összértéke mindegy 500 ezer dinár volt. A wellness központot 2-től péntekig 11 és 17 óra között, valamint hétvégén 6-tól 22 óráig vehetik igénybe az érdeklődők.